A legutóbbi alkalommal Fanándor, magyar hajótervező és építő, óceáni szólóvitorlázó tartott filmvetítéssel egybekötött előadást az MCC Pécsi központjában. Ő volt az első magyar, aki egyedül és ötször kerülte meg vitorlásával a Földet, és ötször kerülte meg a Hornfokot is. Ebből háromszor egyedül, kétszer pedig a társával, Gál Józseffel teljesítette a távot. Mi vágytunk ki a vízre, a nagy vízre, vágytunk ki a más kultúrákba. Azért akkor itt még eléggé vadszocializmus volt, szinte kilátástalanul, és úgy gondoltuk, hogy nekünk azért tartogatni. Nem akartunk diszidálni, de el akartunk menni más világokba körülnézni kicsit, és az óceánra magára az volt a nagy kihívás. Kis hajó, nagy óceán, menni, és az volt az alapfilozófiánk, mert nem értettünk hozzá, hogy majd beletanulunk. De hogyha más emberek képesek megtanulni, akkor mi is. Mi vagyunk olyan jó srácok, mint bárki egyéb a világon. Ilyen apróságokon átléptünk, mint hogy azért léteznek hajós kultúrák, és ott sok generáció tudása gyűlik össze egy-egy hajós emberben. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt majd megtanuljuk. Hát a magunk kárán meg is tanultuk. Az biztos, hogy az első út az óriási élmény volt, nagy kaland, de meg is próbált bennünket. Utána a többi már egészen más jegyben zajlott. Ott, amikor én áttértem a versenyzésre, az teljesen célzottan más világ. Ott már nem a kaland, hanem a teljes mértékben a profizmusról szól. A Szent Jupát nevű saját építésű hajóval 70 ezer kilométert tettek meg, 12 országban kötöttek ki, és 295 napot töltöttek vizen. A leghosszabb szárazföldi tartózkodásuk Ausztráliában volt, ez körülbelül fél év, amikor is várták a kedvező széljárást, a megfelelő időjárást a továbbutazáshoz. Azonban két borulások is volt, mondja Fanándor, a vitorlázó hajótervező. Az első borulás az még az Indiai óceánon ért bennünket. Ott érdekes módon nem volt olyan vad a környék, de az indiai arról jellegzetes, hogy az Agulhas áramlás jön lefele délnek, a szelek ennek szembe fújnak, és a legváratlanabb helyzetből tudnak extrém hullámok keletkezni. És olyan körülmények között, amikor nincs előjele, jön egy ilyen extrém óriás, és ezeket a kishajókat keresztbe hosszába bármilyen irányba felborítja. Az első borulásunk ilyen volt. Az utolsó, az már a Falkland-szigetek után jöttünk vissza az Atlanti-óceánra, és akkor az egy hosszú, kemény, 60 csomós szél, szeles időszak volt, és nagyon fölépült az óceán, majd 16-20 méteres hullámok. Ott várható volt, hogy fel fogunk borulni, ott nem volt kérdés, csak azt nem tudtuk mikor. Aztán eljött annak is az ideje, borultunk és kész. Ott is hosszába borultunk föl, nem keresztbe. Ilyenkor rájön az ember, hogy nincs egyedül. Van valami lényege a cselekménynek, a megtörténő vagy éppen meg nem történő dolgoknak, teszi hozzá a vitorlázó. Nem csak arról van szó, hogy én megyek kalandozni, és húzigálom az oroszlán bajuszát, majd leüt, hanem oda megyek, megpróbál, de segít túlélni. És ennek a segítségnek a mikéntjét az ember nagyon sokszor érzi, meg az idejét is, hogy akkor éppen miért, mert hát nem egy olyan szituáció volt, amikor ott hagyhattuk volna a fogunkat. Én velem biztos, hogy sok ilyen történt. És hogy nem, az sok esetben nem rajtam múlott. Tehát ilyenkor az ember elgondolkodik rajta, hogy vajon kint múlik, és mi ebből a sorsszerű, mi ebből az isteni gondviselés, mi ebből a vakszerencse, ha úgy tetszik. Mire az ember a végére ér egy pályafutásnak addigra, hogy sok minden letisztul, és tisztában van a saját képességeivel, azzal is tisztában van, hogy mi múlott rajta, mi nem. Sok minden történt velem, ami nem rajtam múlott. Fizikum, szakmai tudás, felkészültség, végtelen elszántság és lelki idegrendszeri erősség kellett ehhez az úthoz, hogy végig tudja vinni tervét, álmát Fanándor az óceánjáró. A fizikum az nekünk megvolt, hát mi egy olyan fizikai sportból jöttünk, ahol az alapértelmezett volt, a kajakkenuból jönni, az azt jelenti, hogy az ember a legjobb fizikumban van, ami csak létezhet. A felkészültség, az a fajta tárgyi tudás, ami elengedhetetlen kint, az lassan, de biztosan összeszedhető. Tehát vittük magunkkal a könyvet, volt egy előfelkészültségünk, aztán vittünk rengeteg irodalmat magunkkal, és tanultuk más emberektől is, meg a könyvekből is. Meg sok mindent megtanított nekünk maga az óceán. És a harmadik az a fajta motiváltság, elköteleződés valami mellett,
az azt hiszem, hogy nem is tanítható, és semmiféle kötődése nincs a fizikai kondícióhoz. Az fejben erősnek lenne, ez egy más történet. Annak egy része az jön genetikailag, azt gondolom. A másik része az, amit hozzáteszünk sok évtizednyi munkával. És ez a fajta belső tűz, illetve az a gondolkodásmód, hát erről fogok itt valószínűleg mesélni, hogy ez a gondolkodásmód, ez honnét jön, hogy lehet fölépíteni az embernek magában, hogy olyanra legyen képes, amit egyébként nem hitt volna. Ő sem, meg mások sem. A Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában számos közérdeklődésre számot tartó előadás történik a fiatalok tehetséggondozásán kívül. Így például aktuális gazdasági társadalmi kérdéseket kutató beszélgetéseket szerveznek országos elismertségű szakemberekkel, kutatókkal. Azonban további céljuk, hogy érdekes más szakterületen is kiválót alkotó híres embereket is meghívjanak programjaik során.